gyerek! Kiskoromban még nem mertem visszaütni. Most itt az ideje. Na csá, Peti, mi újság? Ja, persze, megyünk a házi buliba hétvégén. Lesz minden? Kaja, pia, minden? Jó, persze, oké, 8 óra körül érkezünk akkor. Dani! Várj egy kicsit, tessék, öcsi. Viszel engem is, léci, már nem vagyok kicsi, kéne csajozni is. Csajozni, te? Igen, bocs. De... Hát ne örülök neki, hogy őszinte legyek. Jó, elviszel? Én persze, 12 évesen beállítasz egy 20 pluszos buliba. Nem vagy az. Azta. Hallod, Ádi, ne feleseljél, légy szíves. Hány éves vagy? Jaj, 10. Ja, milyen 10, ne hazudjál? Na, 20 nap. 20 nap múlva. Cső, Dani. Csá, öcsi, Mizu. Tudsz segíteni? Miben? Holnap viszek el egy csajt randizni, és tudsz adni fagyira pénzt? Dehogy adok, hát kéri anyától. Nem mindig a batyitó kérjetek. Megvárjelek? Mit akarsz, kicsirigó? Ha! Álljál már le, Adi! Ott van a pénztárca az asztalomon. Jó. Vegyék ki egy 10 000-est, mert még egy pizzára is hívnak, jó? Én mondtam, hogy megvárlak. De én nem hittem el. Hát de mi? Hát még ilyen kis porba fingó voltál még pár évvel ezelőtt. Te most tényleg elvitted a pénztárcámat? Szia, Niki! Igen, minden rendben van, itthon Niki, vagyok. Niki! Az előbb itt volt egy csaj! Menjél már innen! Nem, Niki! A postás volt az, Niki! Hát, most tényleg? Ezért kell összeveszni? Jó, ha az össz megbeszéljük. Gyere ide! Gyere ide! Ádi, léci, menjetek ki fát hordani az Ákossal. Amikor ilyen idős voltam, már rég hordtam a fát. Jó, nyár van, még kéne fát hordani amúgy. Mert én most azt mondtam! Ja, az te gyerekkorod volt, nem a miénk. Cső. Dani, töltesz valamit? Igen, egy új játékot. Az jó, mert laggolok. Hát kit érdekel, hogy laggolsz? Hát most ezt fordítom. Leállítod a izét? Nem állítom le. Mi állítanám le? Hát, jó van a kocső. Most tényleg kinyomtad a gépet? Megmerted ezt csinálni? Cső! Mert el játszani! A vacsora száraz kenyér, forró víz lesz, az biztos. Nem is te főzöd! Szia, Dani! Hello! El kéne innen tűnni a szobából, mert este jönnek a haverok. Mit nézel? Tűnés kifelé? Elnézést kívánok, elfelejtettem, hogy te már 10 éves leszel. Mm, na. Csajokat is hívtál? Igen. Nem neked, nem. Mindjárt lerúglak az ágyról. Jaj, menj innen te! Jó? Ti, ezt meg se beszéltük, most még kell ütögetni. Te mondtad, hogy nem. Te az az Ákos jelenete volt! Dani, kéne igazítani a hajadon, hát ez olyan gáz. Köszi szépen! Tényleg, mert milyen a jó haj? Mondjad! Hát, ami ne ilyen van! És karakba se hajtás! Hallod, már megint mit akar? Hát, vigyél már a hátadon, léci! Ja, ez az 5 éve ezelőtt elbírtalak, de most már vagy 35 kilóval. Nézzél magadra! Jó, már, ne sértegessé! Mindjárt nyakon váglak. Én is. Hogy... Azért szeretünk, Dani. Köszönöm szépen, srácok. Hát, csak igen. Már ne ölelgessetek, mert már nem vagyunk kicsik. Igen, hát már, ez nem, igaz. Már nem annyira kicsik a srácok. Ennyi lett volna ez a videó, bízunk benne, hogy jól szórakoztatok. Nagyon ügyesek a srácok. Ha van valakinek kisebb testvére, küldje el neki a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok föl a Nasz Dániel csatornára. Köszönjük ja, még szépen. Igen. A haverotok, a barátotoknak is elküldhetitek ezt a videót. Osszátok meg, lájkoljátok és iratkozzatok föl a Nasz Dániel csatornára. Köszönjük szépen. Sziasztok! Jó van! Ez nem volt megbeszélve.